A József Attila megyei és városi könyvtár munkatársai minden követ megmozgatnak azért, hogy minél több olvasót csalogassanak be a könyvtárba. Ez főleg a gyerekekre érvényes, hiszen sok helyen hallani, hogy a mai fiatalokat nehéz rávenni az olvasásra. Erre kiváló alkalmat adnak a könyvtár különféle rendezvényei. Tulajdonképpen a régi pályázatainknak a hozadéka ez. Rengeteg anyagot tudtunk ezekből a pénzekből felhalmozni, amit ilyen hasznos időtöltésekre fordíthatunk. Így már tavaly nyáron is beindíthattuk a szünidei szöszmötölőt, illetve a szöszmötölős szerdát, illetve a játszódás csütörtököt. Túl azon, hogy itt most készítenek egy homokképből fagylaltot, vagy bármi egyebet, azon túl bármikor bejöhetnek ide, mert látják a könyves környezetet. Rádöbbennek arra, hogy hű, hogy ide bejövök, akkor itt olvasnivalót is találok, vagy találok segítséget a tanulnivalómhoz. Tehát mindenképpen az, hogy a könyvtár látogatók számát növeljük. Tavaly 15%-kal növekedett a nyáron a beiratkozott olvasók száma, illetve a kölcsönzések száma azáltal, hogy ezt a két rendezvényt életre hívtuk. Az, aki ide bejön, az már kapott egy kezdő lökést, úgymond odahaza, tehát már látott jó példát. Ezeket a gyerekeket, akiket ide behívunk, azokat nem annyira nehéz olvasásra biztatni. Ezért is van rengeteg olyan pályázat, ahol, tehát aminek az eredményeként óvodás csoportokat, iskolás csoportokat tudunk itt vendégül látni, és ezek a gyerekek, hogyha otthonról nem is kapnak indítatást arra, hogy olvassanak, valamiképpen mégis kapcsolatba kerülnek a könyvtárral, és ha ezek a pályázatok folyamatosak tudnak lenni, tudnak maradni, akkor már az óvodás kortól elkezdve a gyerek kapcsolatban állhat a könyvtárral. Az összmötörő gyerekeknek középiskolások is segítettek, akik a könyvtárt választották a kötelező letöltendő közösségi munka helyszínének. Szeretek a könyvek között lenni, úgyhogy meg a gyerekekkel is lehetünk, szóval így jött ez az ötlet. Miket csináltok itt most a gyerekekkel? Hát jelenleg több asztalnál is vannak ugye különböző feladatok, és akkor mi előkészítjük ehhez a dolgokat, sablonokat vágunk ki és hasonlók. Miket készítettél itt eddig? Eddig készítettem ilyen hullócsillagot, és most ilyen madárfészket készítek. Azért jöttem ide a könyvtárba készíteni, kézműveskedni, mert szeretek én is a könyvek között bújni.